Mucsi Tamás, a DK országgyűlési képviselőjelöltje ezt a beszélgetés közben azzal indokolta. Nincs másik olyan ország Európában, csak Magyarország, ahol semmit sem kell teljesíteni a magyar állampolgárságért. Szerinte, aki nem viseli a döntései következményeit, és aki soha nem élt Magyarországon, azt nem illeti szavazati jog. Bálint Gabriella vásárhelyi önkormányzati képviselő erre úgy reagált, egy egységes anyaország nélkül ezek az emberek támasz nélkül maradnának, hiszen az utódállamok évtizedeken keresztül visszaéltek azzal, hogy nem volt egy egységes állam, nem volt egy egységes fellépés mögöttük. Szerinte nem korrekt dolog a magyart a magyarnak ellenségévé tenni, márpedig Gyurcsány Ferenc és a DK álláspontja, mi szerint a külhoni menekülteket be kell fogadnunk, de a magyaroknak nem kell támogatást adnunk, ezt erősíti. Az Európai Unió nem azt kérte tőlünk, hogy fogadjunk be ennyi ezer migránst, meg annyi ezer migránst, azt kérte, hogy az eljárásokat folytassuk le, hogy nézzük meg azt, hogy jogosult-e egyébként az a család, az a személy menekült státuszra. Tőlünk az Európai Unió azt kérte, hogy fogadjunk be 1182, talán, hogyha jól emlékszem, de nem egész 1200 olyan ellenőrzött, egyébként Szíriából és háborús övezetekből menekült embert, akiknek az élete múlott ezen. 2004-ben azt mondja az önök pártjának elnöke, hogy nem kell ugye állampolgárság, és nem kell ehhez kapcsolódóan semmiféle jogosultsága határon túli magyaroknak. Még azt követően akkor, amikor ez a migránsválság elkezd a tetőfokára hágni, akkor nem számít, hogy ki és milyen feltételekkel próbál Magyarországra kerülni, és őket sokkal nagyobb szeretettel és odaadással fogadná, mint a saját nemzettársait. Én azt gondolom, hogy ez ebben a mérhetetlenül elszomorító és álságos. Mucsi Tamás szerint pártja és elnökük nem a kettős állampolgárságot és a nemzeti összetartozást kérdőjelezi meg. A beszélgetésen hangsúlyozta, Gyurcsány Ferenc épp úgy segíteni és támogatni szeretné a külhoni magyarokat, mint a kormány. Ám mint ismeretes, 2010-ben mindössze 3 olyan képviselő volt, aki nem szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A szocialista Molnár Csaba, Szanyi Tibor és Gyurcsány Ferenc.